Az ifjúsági kadett első osztályú csapatbajnokság tavaszi fordulójával a fiúknál is elkezdődött a versenyszezon. A Magyar Tornaszövetség ezúttal is a budapesti tornacsarnokban rendezte meg a CB-t, ami nem várt izgalmakat tartogatott. Az egyik legeredményesebb tornász, Boncsér Krisztián egy komolyabb sérülése miatt edzője tanácsára nem indulhatott a bajnokságon. Egyelőre úgy látjuk, hogy Boncsér Krisztián nem tud részt venni a mai csapatbajnokságon. Mi ennek az oka? Igen, a tegnap előtti edzésen, a edzés végén jelezte nekem, hogy egy kicsit mint a fájna itt a szabó izma. Nem is csináltunk olyan elemet, amiben megrántottuk volna, vagy semmilyen, én sem tudtam leülteni neki nagyobb jelentőséget, aztán a tegnap pénteken már nagyon már semmit nem tudtunk csinálni, úgyhogy rehabilitációs kezeléseket folytatott egész nap, nem is edzett semmit. Ma reggel ide jöttünk megnézni, hogy esetleg javult, de annyira nem javult, hogy úgy ítéljem meg, hogy most a versenyzés az előre vinni. Ugye nem sokára lesz nekünk az EB-nk, inkább most egy picit nem márt egy rásérülés, tehát ugye javuljon meg neki. Ilyenkor tehát jobb a pihentetés, vagy jobb, hogyha ezt a verseny most kihagyja? Igen, minden verseny fontos verseny, de vannak fontossági sorrendek, és ez egy elég nehezen gyógyuló sérülés szokott lenni. Hál' Isten neki úgy látszik, hogy elég jól javul, de most tényleg ez a verseny, ezt inkább ki kellett hagyni neki. Boncsér Krisztián tehát sérülése miatt nem erősítette a Fradi ifi csapatát, és talán ennek tudható be, hogy ezúttal a rivális Honvéd együttese szerezte meg az aranyérmet. A BHSE ifi csapatából egyéniben Csorvás Soma volt a legeredményesebb, annak ellenére, hogy őt is egy sérülés akadályozta a versenyzésben. Hogy látod, hogy sikerült ez a mai csapatbajnokság? Én úgy értékelném szívem szerint, hogy remélem nem ez volt életem legjobb versenye. Sajnos nem tudtam, úgy érzem nem tudtam azt az eredményt hozni, azt a teljesítményt nyújtani, amit szerettem volna. Sajnos gátolt ebben egy kisebb sérülés is, nem is olyan kicsi. A nyakammal volt baj. Igen, sajnos ez egy visszatérő sérülés, ez volt az első verseny, és most nagyon közel jött a versenyhez ez a probléma. A felkészülésem nem volt zökkenőmentes, januárban is volt egy hasonló eset. Mi az, amit kímélned kellene ez esetben? Hát szerintem a bemelegítésem van a hangsúly a nyakammal kapcsolatban, viszont én egy hatszeres tornász vagyok, én hatszeren vagyok a legjobb összetettben. Én úgy érzem, hogy ez szerencsés dolog, köszönöm a jó Istennek. Másrészt pedig nálam az vált be az edzőmmel, hogy én sokat dolgozok, nekem sokat kell ismételnem az elemeket, a gyakorlatokat, sokat kell edzenem, sok időt is, mennyiséget is, és csak így tudom javítani a minőséget. 6 szeret közül mi az, amit ma kiemelnél, és mi az, amin úgy érzed, hogy rontottál? Kiemelném a korlátot és a nyújtót, amin tavaly magyar bajnok is lettem. Most sajnos nem sikerült legjobbnak lennem, viszont a korlátot azért emelem ki, mert ott volt egy új elem, támaszcsere egy karfára, és ez elég rizikós volt idáig, szerencsére sikerült, beleálltam ebbe a gyakorlatba. Belülről egész jónak éreztem, bár kicsit átszaladtam rajta. A nyújtót én azt éreztem a legbiztosabb gyakorlatomnak ma. A leugrás is jó volt, a repülős elemek is, és a pontszámomat kicsit kevésnek találtam, de ezt a gyakorlatot is jónak éreztem. Sajnos talajon az első szeren a legelső sort elrontottam, ami elég sérülés veszélyes is volt, nyújtott testtel, nyújtott lábra érkeztem a félfordulat előre dupla szaltóból. Ez nem segített a nyakamnak se, és a versenynek se tesz jót, hogy a legelső mozdulatot elrontja az ember. Az FTC Ybl tervező ifi csapata ezüstérmes lett, ugyanakkor egyéniben Balázs Krisztián és Tomcsányi Benedek voltak a legjobbak. Aranyéremmel érkeztél, a dobogó legfelső fokára állhattál az ifik közül, a budapesti csapatok közül. Erre számítottál? Megmondom őszintén, erre nem számítottam, mert azt hittem, hogy a
a honvédosok jobbak lesznek nálam, de hát ez most így sikerült, és nagyon örülök neki. Mi kell ehhez? Tehát hogyan jutottál el a csúcsra, a dobogó legfelső fokára, hogy tényleg olyan vetétársakat és csapattársakat is, meg más csapatok versenyzőit is magad mögé utasítottad, akikre azt mondtad, hogy esélyesek lehetnek az éremre? Hát rengeteg edzés, sok szenvedés és lemondással jár ez az egész. Tehát nem olyan az életünk, mint a többi fiatalnak, hogy hazamegyünk az iskolából, beülünk a gép elé és egész nap gépelünk, hanem mi reggel 6-kor kelünk, 7:30-ra megyünk edzésre, utána iskolába, utána megint edzés 6-7 óra, amire hazaérünk, és utána jön a tanulás, magánélet, stb. Szóval lemondással is jár. Neked is ilyenkor új lendületet kell venned, ilyenkor a szezon elején? Mennyire nehéz ilyenkor a szerekhez állnod? Hát igen, ugye most kezdődnek a versenyek, ez volt az első versenyünk. Első versenynek egész jó volt, de lesz jobb is, reméljük. Szereid közül, ha végigvennénk, mi az, amire úgy érzed, hogy elégedett vagy, és mi az, ami még esetleg csiszolni szeretnél? Hát, mivel mostanában nagyon keveset talajozok egy sérülés miatt, és egész jól sikerült a talaj, ennek nagyon örülök, meg annak, hogy megvolt végre a ló. A gyűrűt is kiemelni, mert szerintem az is nagyon jól sikerült, életem egyik legjobb gyakját csináltam. A korlát most egy kicsit maszatosabb volt, de azon is van mit még javítani. A nyújton sajnos volt egy kisebb rontás, az ugráson is, de ezeken kívül egész jó volt. Még gyakorlat volt az erősséged? Hát a ló, de igaz, hogy az is jobban sikerülhetett volna, de egész szépen megcsináltam, és minden jó volt. És a többi szeren? Gyűrűn nem fogadták el az egyik elememet, és azt úgy érzem, hogy nem volt olyan jó, és talajon leültem egy ugrásba. Mi lehetett ennek az oka? Talán az, hogy még a szezon elején vagytok? Lehet, hogy az is, de túl magas volt a kiugrásom, és így leültem. És a többi szereiden? Hogy érezted? Mi az, ami még javításra szorul, fejlődni szeretnél? Hát úgy érzem, hogy nyújton, mert most ugye kivettük a kacsovot, bár az elmúlt napokban egész jól ment, de most még nem raktuk bele, de következő versenyen benne lesz. Következő verseny, következő feladat, mi az, ami most előtted áll nagyobb megmérettetés? Én úgy érzem, hogy a tartásomon javítsak, ez nekem a fő célom, és hogy nyújton a kacsovot belerakjuk. Az IFIK-nél a bronzérmes csapat a Győr lett, Mészáros Krisztófer és Siket Olivér egyéniben is bravúrosan teljesítettek. Hogy érzed, hogy teljesítettél ma? Én rosszabbra számítottam így első versenyre, de nagyon jól sikerült. Igen, most már többen mondtátok nekem, hogy rosszabbra számítottatok. Ez miért nehéz ilyenkor? Mi az, ami miatt rosszabbra számítottál? Első verseny volt, 7 új elem volt a gyakorlatomban. Melyek ezek az új elemek? Felsorolnál? Talajon 2,5 csavar rászaltó, korláton Healy és Kör, gyűrűn Jonasson Yamawaki, és ennyi. Ennyi, hát éppen elég ez a 7 elem. Gyakorlataidat, ha végigvesszük, mi az, amiben remekeltél? Lovon. A ló az erősséged egyébként is? Igen. Ezt szereted a legjobban? Igen. A többi szeren, a többi gyakorlat? Talajon 2,5 csavar rászaltó nem sikerült annyira, de megvolt. Hogyan készülsz az előtted álló szezonra? Hát most lesz EB, nagyon szeretnék kijutni. Igen, ugye májusban lesz majd az EB, erre akkor teljes erőbedobással készülsz. Igen. Mi kell ehhez igazán? Hogyan tudod oda tenni magad? Hát, hogy egy kicsit legyen pihenő, de közben az edzések intenzívek legyenek. Olivier, ezüstéremmel végeztél, a dobogó második fokára állhattál, vidékiek közül az IFIK-nél remekelt a Győr. Te is így érzed? Jobbra számítottam kicsit, de hát a második helyen teljesen meg vagyok elégedve. Nem elég, hogy a többi csapat erős, de még a csapattársad is erős. Igen, ez nagyon jó tornász a Krisztófer. Te hogyan vetted az akadályokat itt a szezon elején, hiszen ilyenkor mindig nehezebb odaállni a szerekhez és kivitelezni a gyakorlataidat. Viszonylag korán elkezdtünk gyakorlatozni, készülni a versenyre, de
mivel első verseny volt, ezért inkább csak ilyen rutinszerzés volt a szezonra. Meg lesz az a versenyrutin, amivel már a következő versenyen talán magabiztosabban állsz oda az erekhez. Igen. Ezt is éreztem most is, hogy még nem voltam eléggé felkészült. Sokat rontottam viszonylag, már 6-szerből 3-at elrontottam. A lovon rontottam el az első elemet. Ez új elem volt, úgyhogy benne volt, hogy elrontom. Korláton rontottam el, kicsúsztam. Meg hát ugrással leültem. Akkor ezeket a gyakikat még csiszolnod kell? Igen, hát még nagyon sokat kell alapokat is csiszolni, meg gyakorlatot is, hogy elbírjam az egész kondira, az egész gyakorlatot. Majd a közelebb jobb lesz.